Foggal körömmel ragaszkodik a kormány a végrehajtó maffia pénzeléséhez. A napokban ugye az igazságügyi bizottság az előterjesztésünket bírálta felül, hogy legyen non-profit a végrehajtás, és fejezzék be ezt a profitorientált tevékenységet. Nem meglepő módon sajnos a Fidesz teljes egészében leszavazta ezt az előterjesztést, és nem is kívántak róla érdemben vitát nyitni erről a kérdéskörről, pedig abszolút szükségszerű lenne, és erről mindenféleképpen egy komoly szakmai vitát kéne indítványozniuk, hogy hogyan is legyen a továbbiakban a végrehajtás. Ezzel is azt bizonyították, hogy nem kívánnak változtatni ezen a rendszeren, és jól működőnek látják, hogy a végrehajtók akár több százmillió forintot is keresnek a magyar emberek népnyúzásából, azzal, hogy végrehajtói tevékenységet végeznek, amiből ugye, ahogy láthattuk, olykor-olykor több tíz vagy akár több százmillió forintot is visszacsepegtetnek a felettük álló személyeknek. A Mi Hazánk mozgalom határozott álláspontja a továbbiakban is, hogy ez a rendszer, ahogy működik ma Magyarországon a végrehajtás, az réges-régen megbukott, és nem működik az, hogy profitorientáltan működjenek itthon a végrehajtók, és a továbbiakban is harcolni fog a Mi Hazánk mozgalom azért, hogy végre igazság és adósvédelem is központi eleme legyen a végrehajtásokban, és végre valahára non-profit tevékenységként működjenek a végrehajtók Magyarországon. Miénk a jövő! Rád is számítunk! A fiatalok körében már a legnépszerűbb.